Jó napot kívánok! Követve itt az előttem elhangzóak gondolatait, tegezésben maradnék én is. Szerbusztok! És örömemre szolgál, hogy a harmadik előadásra talán a kitéhez csatlakozóan úgy lassan megtelik a, a, a terem. A, az agrárfinanszírozás és mint farm management ugye a mai szekciónak a témája. Megközelítés az ugye elhangzott és el is fog hangzani közgazdasági oldalról. Nagyon fontos. Csak lehet látni, hogy közgazdasági oldalról is lehet nagyon sok döntést hozni, hogy ennyibe kerül, ö, olcsóbban, jobban lehet csinálni, én szeretném egy picit a közgazdasági oldal mellett behozni egy új, egy picit talán elfeledett oldalt is, ez pedig a szakmai oldal. Tehát a növényigénye és az aköré épített, mondjam így, hogy adatalapú döntéstámogatás, csak ne feledkezzünk el róla, hogy ugye adatalapúról beszélünk, az adat, az keletkezik. Van belőle nagyon sok de ezt a versenyt ezt nem erre a kilóra játsszák, hanem arra, hogy ezekből az adatokból milyen információt lehet kinyelni, hogy lehet ezeket úgy átkonvertálni, akár saját magam, akár pedig szolgáltatók által, hogy könnyen felhasználható, értelmezhető partnerbarát, és hát ne feledkezzünk el róla, ugye termelőkről beszélünk, termelőknek ez értéket jelentsen és felhasználható legyen. Úgyhogy az, az előadásomat neköré szeretném építeni, de egy erről ne feledkezzünk el. Hatalmasat változott az elmúlt 30 évben a, a munkakörnyezetünk, hogy így fogalmazzak. És nem kell, ez azért még nem egy emberöltőnyi időszak. Megváltozott a birtok szerkezet, megváltozott a földérték, megváltoztak a birtok méretek, ö, és azok központosítása vagy szétaprozódása. Ezek különböző időszakokban különböző ö, mondjam így, hogy változás volt input anyagok évről évről változnak. Hát ritka az a folyamat, hogy lefelé mennek az árak, de ezek a tendenciákat, ezeket a döntéseinkhez figyelembe kell venni. De ugyanúgy figyelembe kell venni azt, hogy borzasztó hektikus terménypiaci helyzetben mozgunk. És igen, ez egy időtában nagyon szépen kimutatható. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy, hogy milyen versenyhelyzetben vagyunk, ugye én még a magam kora szerint talán a fiatalabbak közé tartozom, de a versenyhelyzet az a faluba dőlt el. A falu egyik végén lévő gazda versenyzett a falu másik végén lévő gazdával, a terméföldé az eladásért, vagy bármilyen más termékekért. Ma már nem így van. Akkor, amikor eladunk egy terméket, akkor, amikor veszünk valamit, akkor kinyílott a piac. Tehát az, hogy a Koperi kikötőbe egy euróval vagy egy dollárral olcsóbban jut le bárhonnan Európának ezen szegmet, szeg, szegletéről a termény, az nekem is már versenyhelyzet. És igen, ilyen környezetben kell gondolkodnunk. Időjárási kitettség? Igen, kell vele foglalkoznunk. Termékportfóliót meg kell választani? Kell vele foglalkoznunk. Miért is? ugye bődületes mértékben változik a kínálati oldal, és változik ugye az adminisztrációs oldal. Vannak erre válaszok? Vannak. Tehát például az egyik az, hogy az elmúlt tizen évben már olyan mértékben nőtt meg a géprendszerekben lévő tudás, amit vétek lenne nem kihasználni. Megnövekedett az a külső szolgáltatóknak a száma, magunk cégét is ugye beleértve, akik mint külső tanácsadós szakspecialisták tudnak segítséget nyújtani és tudnak támogatást adni. Megváltozott az is, hogy nem egy táblára gyűjtjük már az adatot, nem az alapján döntünk, hogy ezen a táblán ez volt a legjobb, hanem akár cella szinten tudunk már egy 10x10 -tíz méteres döntést meghozni, ezzel vagy a termelést ott hatékonyabbá tenni, vagy pedig kivonni a termelésből, mert látjuk azt, hogy ott költséghatékonyság szempontjából már nem szabad termelnünk. Ezeket a döntéseket mind-mind meg kell hoznunk. Van -e rá válasz? Igen, a kitének is van rá egy magas szakmai alapon, a precíziós gazdálkodási rendszer sokak által már PGR-nek is ismert ugye, szaktanácsadási rendszerünk. Ez egy olyan hármas egységet foglal magába, amely tartalmaz ugye azokat az agronómiai feltételrendszereket, ideértve akár a berendezéseket, digitális platformokat, műszaki berendezéseket is, amelyek természetesen egy digitális platformon, amely a mai előadásomnak céltémája lesz, a Predzone applikációkat, és ott az alsó részen van ez a Partner Profit programnak hívott szaktanácsadói támogatási rendszert is. Na ez a hármas egység az, aminek ugye meg kell jelennie, ahhoz, hogy úgy gondoljuk, hogy rendszerként tudjunk üzemeltetni valamit. Ugye, és ez hogy is néz ki kint a Szántóföldön? Hát egy picit másként, talán ez a kép úgy szimbolikus, hiszen egyszerre látszódik rajta a növény, egyszerre látszódik rajta a talaj, ahol gazdálkodunk, és egyszerre egy géprendszer és egy kitáltal forgalmazott agrometeorológiai állomás, ami szimbolikusan most csak ezen a képen azt mutatja, hogy onnan, helyből gyűjtjük az adatot. És igen, egyről ne feledkezzünk el, szakmáról, növényigényéről, talajadottságokról, és arról a géprendszerről, amikkel ezeket az agronómiai műveleteket végrehajtjuk. Hát ez így kis lánccal van összeláncolva egymáshoz, egyik a másik nélkül nem fog jól működni. A kitének predzóna alkalmazásai elérhetőek, ezek a PGR oldalunkon futnak jelenleg, mint lehet látni, elég nagy darabszámban vannak, és ezeket szeretném így egyesével csak felvillantásként bemutatni. Predzón alkalmazások. Alapvetően, ami tudni kell róla, hogy jelenleg a My John Deere felületen 980 ezer hektárnyi validált adat keletkezik. Azért ez a magyar szántóföldi termesztés technológiának több mint a 20 a És ezek már validált adatok. Ezekből az adatokból nagyon sok döntés lehet, termelési gazdaságokra kielemezni. Az, hogy milyen adatforrásokból dolgozunk, vannak ingyenesen elérhetőek, vannak kötelezően végrehajtandóak, ilyenek például a talajvizsgálat, hiszen öt évente kötelező öt hektáronként talajmintát venni. Csak nem mindegy, hogy öt hektáronként azért veszünk, mert kötelező, vagy azért, mert ez egy alapvető információ. Tudjuk használni, nem tudjuk használni. Tehát ez a mögöttem látható adatbázis, ez ezeket az adatforrásokból származó adatokat könnyen emészthető és döntés támogató információval alakítja. Ugye telefonos applikáción elérhetőek bizonyos szolgáltatások ingyenesen, hogyha mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy töltse le a Kite applikációt, hiszen azon három szolgáltatás, így például a Precmet hálózatunknak a, 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 az agrometeorológiai adatai, azok egy hétre visszamenőleg ingyenesen elérhetőek. Gyors információ, ajánlom mindenkinek. Ugye ez a szaktanácsadási folyamatunknak az egyik pillére is. Ö, nagyon sok applikációnk van, amelyek nagyjából a köré, a témakör köré épülnek, ö, talaj, növény és, és döntéstámogatás. Ugye az első precoi alkalmazásunk. Akkor, amikor ugye a talajmintavétel zajlik, akkor az nagyon jó. Sokszor találkoztam gyakorló agronómusként, hogy ilyen sárga papírokat mutogat a termelő, hogy valamikor vettük, valaki vette, valahol van, néz Zsolti Léci ebből, mondjál már nekem valami nagy tudású döntést hozzá. Hát ez egy picit modernebb rendszer ennél. Nem csak amiatt, mert a 10 pikapunk az bejárási útvonallal, leszúrási pontokkal automatizáltan rögzíti azt, hogy hol, mikor jártak, és így kapok egy figyelmeztetést is négy év múlva, hogy az ötödik évben újra mintázunk el, hanem ott középen látszódik egy ilyen szép színes digitális térkép is, ami ugye el van mentve az én partnerfiókomba, és nagyon szépen látom a táblámnak a heterogenitását. Mert akkor, amikor azon gondolkodunk, hogy ugyanott, ugyanaz a növény, miért nem muzsikál ugyanúgy, mint a másik táblába? Hát legtöbbször emiatt. Meg tudjuk jeleníteni. De ugye ez még mindig csak az adatgyűjtés egyik lába. Kitáp alkalmazásunk, saját fejlesztésű. Új termőhelyi besorolásokat hoztunk létre, sokkal modernebb. Azért a kitének az elmúlt sok tíz éves tapasztalata ebben benne van. És mi az előnye neki? Hogy ugye lehet látni, hogy nem csak egy kiértékelést kap a termőhelyére vonatkozóan a termelő, hanem egy olyan összegzett tápanyagtervet is, ami a növény igényére és a hozam céljára van alapozva. De ugye még mindig csak ott vagyunk, hogy dönteni kellene, de mikor hajtunk végre valamit? Következő lépésekbe. Innen már csak egy kattintás tovább az, hogy előírás térképeket készítsünk, és ezekbe különböző módozatokat is tudunk bevinni. Hiszen tudjuk azt, hogy valamikor volt olyan időszak, én még emlékszem rá, amikor feltöltéseket csináltunk, hiszen olyan kedvező ára volt a műtrágyának, bár abban az időszakban azt hittük, hogy ugyanolyan nagyon drága. És a foszfor káliból feltöltéseket tudtunk csinálni. Ma már ezeket optimalizálni kell, és lehet látni, 10x10 méteres bontásba tudjuk őket kiuttatni. Automatizáltan akár a termelők is el tudják ezt maguknak végezni. Ha a növény igénye ennyi, dönthet felfelé, lefelé, változtathat műtrágyatípusokat és dózisokat, de nagyon szépen ugye haladunk afelé, hogy igen, már végrehajtás, kiuttatás. Ha már ugye kint van a növény, virtuális határszemle, Invitálok rá mindenkit. Innovációs főigazgatóságnak kollégái hetente szoktak küldeni különböző jelentéseket, amelyekben ez is látszódik, hogy mi az, ami látszódik egy-egy növényi kultúrában. Miért? Műholt felvételek alapján három kötőjel hetente, borús idő, felhős idők függvényében, de nagyon jó műholdfelvételek felvételek látszódnak. És nagyon szépen ki lehet azt értékelni, hogyan változik a vegetáció, akár egy vadkár miatt, akár kelési problémák miatt, akár egy viharkár miatt, vagy egyszerűen csak azért, mert érési stádiumba került már a növény, vagy ne a valamilyen kórokozó kártevő csámcsog eppen a táblámon. És ez egy figyelemfelhívás. Miért? Hogy valamit reagálnom kell rá. Azért egy 100 hektáros táblának a közepét nem szondáznám meg, de tegye föl a kezét ugye az, aki beleszokott menni, csak azért, hogy leszemlézze a táblát mind a négy sarkától átlóba agrometeorológiai hálózatunk. Jelenleg már közel 500 darab van az országban. Nagyon szépen kirajzolódik azok a, mondjam így, hogy nem szántóföldi művelésbe von területek, mint esetleg Balatonfelvidék, Mecsek, vagy a Mátrai hegyvidék, de ugyanúgy a Kiskunsági Nemzeti Park, azon kívül szinte mindenhol van már agrometeorológiai hálózatunk. És egy érdekesség, ugye Szerbiában is vannak már, és az idei évtől ugye Szlovákiában és Cseheknél is lesznek hálózataink. Ezek nem csak a múltbéli adatokat rögzítik a termelőknél, vagy nem rögtön a termelőnél, de 10-15 kilométeres távolságban biztos, hogy elérhető egy-egy agrometeorológiai állomás, hanem döntés támogatásra adnak lehetőséget. Hiszen látható az, hogy milyen a ö, levélnedvesség, nem kell még bekeverni a vegyszert. Milyenek a, a, a széllökések, ne keverjük még be a vegyszert. De 60 cm mélyen látjuk a talajnedvességet, talajhőmérsékletet is, tehát tudjuk azt, hogy menjünk, induljunk, vagy még várnunk kell bizonyos műveletekkel. És előrejelzés, növényvédelmi előrejelzésünknek is az egyik alapja. Tehát szignalizáció, településre szűrhető, és az öt fő, mondjam, így, hogy Szántóföldi kultúrára háromszintű előrejelzést ad. Nem azt mondja meg, hogy önnél ott a táblán ez a probléma fennáll, hanem egy előrejelzést ad, hogy a csillagok együttállása alapján már reagálni kellene, menjek ki, nézzem meg tüzetesen, mert a probléma már ott lehet. Ugyanígy ezen a platformon élhetőek el a különböző erőgépekből kinyert adatok, gépüzemeltetési jelentés. Ugye nincs idő, többen hivatkozunk rá, az elmúlt évekhez 10 percéhez képest 15-öt kaptunk, talán a 15 is, vagy annak többszöröse kevés lenne, csak ez az egy blokk szokott fél órát igénybe venni, hogy milyen adatok láthatóan. A partner fiókba minden éjszaka az előző napi műveletnek a fő paraméterei egy PDF formátumba betöltődnek. Könnyen látható az, mi volt a gépek kihasználtsága, üzemanyagfogyasztása, terhelése, kerékcsúszása, és hadd ne soroljam végig. Tehát az előző napi munkára, másnap reggel még iszom a kávét, már tudok reagálni anélkül, hogy ott lettem volna az összes gépkezelő mellett. És egyre felhívnám a figyelmet, nagyon sokszor a saját magukat is ellenőrzik a termelők, hogy jól üzemeltettem előző nap a gépet. Vagy van olyan paraméter, amire oda kellene figyelnem. És ugye egy új szolgáltatással debütáltunk két héttel ezelőtt, ez az öntözési szaktanácsadásunk, ami már lehet látni, hogy nem egy digitális szolgáltatásnak az igénybevételére alapszik, hanem rögtön háromra. Hiszen figyelembe veszük a talajadottságokat, használjuk hozzá az agrometeorológiai állomásunk adatait, és használjuk hozzá azokat a műhold elemzéseket, amik alapján ugye látjuk a vegetációnak az előrehaladását. És erről azért egy-egy képpel többet szeretnék mutatni. Miért fontos? Mert nem csak műholdfelvétellel dolgozunk, hanem az a lassan most már több mint 3000 John Deere motoros géből nyerhető RTK hálózat alatt dolgozó, tehát nem csak két és fél centiben szélességben, hanem tengerszint feletti, tehát a harmadik dimenzióban is nagyon jó valid adatokat gyűjtünk. Így domborzati modell tudunk belőlük építeni. Ezzel a domborzati modellel meg tudjuk csinálni a legújabb multipoligon zónánkat. Ha már készen van ez a multipoligon zóna, meg tudjuk nézni akár a talajtípusokkal való összevetést is. Nagyon sok talajszelvényt tárunk föl, sok külsős kollégát vonunk be ezekbe a feladatokba, és nagyon szépen látszódik, hogy ezzel validáltatjuk valójában azt a döntéstámogatást, hogy hol, milyen zónát kell létrehoznunk. Ha már készen van a zóna, ennek határozunk, hová kerüljenek ki ezek az új típusú agrometeorológiai állomásaink. Önöknek a bal oldalon látható ugye a nagy bázisállomásunk, ez a természetes csapadékviszonyokat és meteorológiai adatokat gyűjti, és bekerül magába az állományban egy úgynevezett vízveszteségmérő, ami a talajszondán keresztül ugye a talajnedvesség állapotát és hőmérsékletét, és az öntözésen keresztül kijuttatott ugye öntöző mennyiségét méri. És itt látszódik ugye a két héttel ezelőtt debutált ugye, új szolgáltatásunk, egy hetes előrejelzés és egy öntözés vezérléshez egy nagyon határozott tanácsadás. Nem a tavalyi évbe döntöttük el, hogy ezt csináljuk, amikor az asszály sajnos országos szinten, de leginkább az a földi régiókat sújtva beköszöntött, hanem már előtte, ez két évvel elkezdtük ezeket a vizsgálatokat és ezeket a, a fejlesztéseket. És gyökérzónára, zónára növényspecifikusan célhozamra tervezve meg tudjuk azt mondani, hogy kell leindítani az öntözési, ö, ö, öntözést milyen ciklusba, hány milliméterrel. Ez látszódik az alsó grafikonom. Ez egy új elérhető szolgáltatásunk. És még egy dolog, tudásbázis. A kitének az elmúlt sok tíz éves múltjából fakadó összes. Ö, Szakmai anyag elérhető ezen a tudásbázison keresztül. Én úgy gondolom, hogy a tudás az előny és érték is. Tehát használjuk ki ezeket. Egy-két összefoglaló gondolat a végére. Miért éli meg ez a termelőnek? Mert a saját gazdaságból származó adatokra alapozva nem két faluvar arrébb hozza meg a döntését az ismerőse javaslatára, hanem a saját gazdasága miért adatok alapján. A platform, az nagyon reméljük, hogy ebben a digitális átállásban a szaktanácsadói hálózatunkon keresztül beüzemelve, adattal feltöltve, a termelők által lesz az elkövetkező években üzemeltetve, hiszen könnyű és felhasználó barát platformról beszélünk. Nagyon szépen végig lehet monitoringozni ugye a, a, a növényi vegetáció változását. De nem akarnám végig ö, sorolni. Én úgy gondolom, hogy ö, talán ezen a termelési ciklusban látszódik, hogy egy ö, mondjam így, hogy betakarítástól úgymond a következő főnövény betakarításáig minden szakaszban van hozzá szolgáltatásunk. Mindenhol van olyan egy-egy pont, ahol tudunk talán találni olyan növelő pillanatot, amivel jobbá és... Fentarthatóbbá lehet tenni a termelést. És még egy apró gondolat, ennek rendszerbe kell működnie. Ha egy fogaskerék nem ott van, megáll a teljes rendszer. Ezt sose felejtsük el. Nem egy-egy elemét kell mindig használni, és attól várni, egy egyszerű gyakorlatias példát, nem a tavaszi fejtrágya fogja a rekordtermésemet eldönteni, hanem a teljes termelési ciklusom. Hogy ugye mi a fókusz? Stabilabb termelés, még magasabb jövedelem. Növényigényét kell kiszolgálnunk, géprendszereinket, azokban lévő magas tudást maximalizálni kell, hiszen évekig hat kötőjel, 8-10 évig üzemeltetjük azokat a gépeket, vétek azoknak magas tudását nem kihasználni, erőforrásokat kell ehhez optimalizálni, és nagyon jól tudjuk az input anyag felhasználásokat, a növényigényéhez, a talajadottságokhoz. Ö, ö, optimalizálni. Ugye ezzel a kis apró szimbólummal szeretném megköszönni a figyelmüket, precíziós gazdálkodási rendszer, és magam és az idén 50 éves Kitezi nevében köszönöm szépen a figyelmüket, jó gazdálkodást kívánok!